a homályban rejtőzik. Erőt gyűjt. Várakozik. Leskelődik. Növekszik. A sötétség mélyén lassacskán életre kel egy könyörtelen vadász. Ezer életet volt majd ki, hogy csillapítsa szűnni nem akaró éhségét és áldozatai teteméből felépítse birodalmát. Véget értek a hó és a termesztő hideg hónapjai Japán Honshu szigetén. Újra beköszöntött egy kellemes évszak. Ideje, hogy megünnepeljék az élet lángjának csodálatos fellobbanását. Minden derűsnek, harmonikusnak és biztonságosnak tetszik. De a földre árnyék vetül. Nem sokára megmutatkozik egy ősi valami. A mélyből jön. Kiadós szendergés után egy rémisztő lény éledezik az álmos felszín alatt. Fajának óriásaként egy hatalmas és rettenetes hadsereg magjait hordozza magában. Hat havi telelés után megéhezett. Ennie kell. Tavasz van, az óriás már nem bújkál. Dr. Masato Ono, a Tamagawa Egyetem kutatója számára a japán lódarázs nagyon is valóságos. Masato, mint a világ legnagyobb lódarazsának szakértője, e faj legjobb barátja is egyben. Minden darazsak legmérgezőbbike lett a szenvedélye, egy 7,5 cm-es szárnyfesztávolságú, könyörtelen gyilkológép. Masatót mégis lenyűgözi. Rendhagyó szerelmi viszonyuk azonban fájdalmasan 12 éves korában kezdődött. Gyerekkoromban egy nagy lódarásfészekre bukkantam, és megpróbáltam leszedni. Amikor ez sikerült, a feldühödött darazsak nekem támadtak. Ahelyett, hogy megijedtem volna tőlük, még inkább megszerettem volna ismerni őket. A lódarazsak azóta is lenyűgöznek. Masato szakértelme a lódarazsak mellett immár egyéb redős szárnyúakra is kiterjed. Szívét azonban az erdő császárnője ejtette foglyul. Csaknem 5 cm-es hosszával, feszülő potrohával és potens mérgével tiszteletet parancsoló kutatási téma.
Sosem felejtem el, milyen volt, amikor megcsípett egy lódarás. A fájdalom gyötrelmes volt, mintha izzó vasszöget vertek volna a lábamba. Masato egyetemi laboratóriumában tanulmányozza a méheket, a lódarás azonban különleges kihívást jelent. Ellentétben ezzel a poszméhel agresszív és nem tűri a rabságot. A poszméhek egész életüket leélhetik egy dobozban. A darazsak azonban, különösen az óriás lódarás nem. Ha tehát tanulmányozni akarjuk az életciklusukat, ki kell mennünk a terepre. A terepen már feltűnt az az erő, amely ezrek lemészárlására buzdít majd. Az óriás lódarás királynő petéket rejt. Olyanokat, amelyekből dolgozók kelnek ki, és az elkövetkezendő hetekben hadseregének magját képezik. Még mielőtt a raj csapás ereje elérni a csúcspontját, több mint 1000 profi gyilkos özönli el a közeli erdőket. A királynő immár egyetlen feladata, hogy világra hozza gyermekeit, és biztonságban tudja őket, amíg el nem érik a felnőtt kort. Akár az élete árán is. Az ég óvja azt, aki kiváltja haragját. Az óriás lódarazsa tanulmányozó kevés entomológus között még kevesebb akad, aki megkockáztatna egy terepi találkozót. Egyetlen szúrás végzetes lehet. Masato azon kevesek egyike, akik maguk keresik az eféle veszélyt. A lódarazsak fajtársaik vonzására és elriasztására használt vegyi anyagait tanulmányozva, Masato azt reméli, hogy ember és darázs életeket is megmenthet. Miközben Masato egyre beljebb merészkedik a naganói erdőbe, egy mohó királynő a fészke közelében táplálkozik. A hatalmas mennyiségű pete lerakása kegyetlen feladat, így újra meg újra erőt kell gyűjtenie. Kedvenc eledele a vadgesztenyefa nedve. Az óriás lódarás királynők különféle föld alatti rejtek helyeken fészkelhetnek. Például egy lakatlan üregben vagy, mint itt, egy fatövében tátongó odúban. A királynő már napok óta építi fészkét. A falakhoz apró forgácsokat tép, és ragadós masszává rágja össze őket. Ha ez megszárad, erős, könnyű és rugalmas papír lesz belőle. Bölcsőnek éppen megfelelő. A fészekben már fejlődésnek indultak a fiatalok. Kevesebb, mint egy hétbe telik, hogy a petékből lárvákká alakuljanak. Kikelésük után borotva éles szájszervükkel elkezdik lebontani kamráik falát. Éhesek. Meg kell etetni őket. A szüntelen kapirgálás arra ösztönzi a királynőt, hogy ölni induljon. Ebben pedig igazán ügyes. Felnőtt óriás lódarás aránylag jól fel van fegyverezve. Erős rágói jelentik legfőbb védelmi fegyverét. Egyetlen harapással képes lefejezni áldozatát.
Kitines páncélja szinte minden védekező szúrásnak ellenáll. Egyes tarzális karmaival szorosan lefogja áldozatát, amíg nem végez vele egészen. Hullánkja hatalmas mennyiségű mérget injektál a zsákmányba, amely olyan hatásos enzimet tartalmaz, hogy még az emberi szöveteket is képes lebontani. De a legapróbb moccanást is érzékelő, összetett szemei jelentik az óriás lódarás legfőbb vadászfegyverét. A királynőnek ma minden eszközét és tehetségét lapba kell vetnie. Az imádkozó sáska maga is retteget ragadozó. Zsákmányát tüskés fogólábaival ragadja meg. A lódarazsat azonban nem tarthatja vissza. Lárvái éhsége hajtja. A darázs előbb megbénítja a sáskát. Majd hűvös sebészi precizitással lefejezi áldozatát. Miután leszabdalta a kiálló részeket, a királynő az imádkozó sáska húsát péppé rágja, és úgy szállítja haza a fészkébe. Kicsinyei ma jól lakhatnak. A sáskából csupán krémes pástétom maradt, amellyel a királynő megeteti éhező utódait. Ő maga nem részesülhet a zsákmányából. A kifejlett lódarazsak ugyanis nem képesek szilárd fehérjéket emészteni, csakis a kölykei miatt vadászik. Melyek közül néhány még mindig gyámoltalan lárva. Mások bebábozódtak és burkot szőttek maguk köré, amelyben háborítatlanul alakulhatnak át imágókká. Megint mások éppen most jönnek világra. Mindegyik testvér nőstény. Mindössze egyetlen hónapig élnek, majd újabb dolgozók váltják fel őket is. Folyamatosan építik a fészket, gondozzák a lárvákat és vadásznak. Az újszülött dolgozók nyaldossák és harabdálják anyjukat, ezzel tudatosítva, hogy ő a királynő. A duzzadó kolónia napról napra több élelmet kíván. Vadászok etetik a lárvákat, azok pedig cserébe energiadús nyálukkal kínálják meg őket. Ezt darázs aminósav keveréknek, angol rövidítéssel VEM-nek nevezzük. A lárvák VEM-jének rendszeres fogyasztásával a felnőtt lódarazsak napi 90 kilométert is képesek repülni, csak nem 40 km per órás sebességgel. De nem csupán a lódarazsak isszák ezt a nedűt. A japán aranyérmes Naoko Takahashi úgy véli, a VEM hozta meg számára a győzelmet a Sydney olimpián. Dr. Abe Takashi volt az, aki felismerte a lódarásban rejlő erőt, és a VEM szintetizált változatából elkészítette a bajnokok italát.
Abe így gondolkozott, ha a darazsaknál működik, miért nem működne az egereknél? Rendhagyó kísérletei bebizonyították, hogy ha az egerek vemet isznak, a szokásosnál kétszer hosszabb ideig tudnak úszni. Abe ekkor így folytatta, ha az egereknél működik, miért nem működne az embereknél? Ilyen kutatás eredményeképpen született meg a legújabb japán sportital. Dr. Abéhez hasonlóan Masato is egy természetes vegyi anyag nyomába szegődött, amely szintén jelentős hasznot hozhat az emberiségnek. Ennek is köze van a lódarazsakhoz. Az üstökös darázsölyv Indiából és a Fülöp-szigetekről nyaranta ezekbe a hegyvidéki erdőkbe költözik. Itt hűvösebb van, és táplálékbőség. A fiókákat mindkét szülő eteti. Az erdőben gyíkokat, kígyókat és békákat gyűjtenek. Kulcsfontosságú időszak ez a fiókák életében, de Masato kutatásaiban is. Úgy véli, ez a ragadozó madár láthatatlan védelmi rendszert fejlesztett ki a lódarazsak csípése ellen. Shuichi Ishizaka solymászt azért hozta magával, hogy segítsen neki darázsölyv fészket keresni. Azt remélik, megfejthetik egyedülálló vadász módszerének titkát. Miközben a béka remek táplálék a fiókák számára, a felnőtt madarak sokszor félretesznek némi élelmet. Masato szerint azért, hogy csalétekként használják. Ez az óriás lódarás közeli rokona és vetétársa, a sárga reddős szárnyú darázs. Ha a felderítő húst talál, nem bír ellenállni neki, és visz belőle egy darabot a fészkébe. A madár követi a darazsat. Jutalma pedig a fehérjedús darázslárva lakoma. Óriás rokonaikhoz hasonlóan a sárga redős szárnyú darazsak mérge is kellőképpen erős ahhoz, hogy megbénítsa, vagy akár meg is ölje az ölyvet. Már a madár puszta megjelenése is örjöngésre kellene, hogy sarkalja a darazsakat. Mégsem támadnak. Ennek oka az ölyv tollazatában keresendő, amely Masato szerint természetes darázsriasztó szert párologtat ki magából. Sajnos e váladék pontos összetétele még rejtély. A darázsölyv természetes védettségének megismerése kulcsfontosságú lépés. Általa Masato megtalálhatná azt a szert, amellyel távol lehet tartani a lódarazsakat. Ha képesek lennénk reprodukálni ezt a szaganyagot, nagyon valószínű, hogy embereken is hatékony lenne. Így védettséget szerezhetnének a darázscsípés ellen. Ez nem egyszerűen érdekes, de nagyon fontos kérdés is. A darázsölyvek nem maradnak itt sokáig. Addig kell kiélvezniük ezt a fehérjedús lakomát, amíg tehetik. Masatónak szintén mennie kell. Beköszöntött az az évszak, amikor az emberek a leggyakrabban botlanak lódarázsfészekbe. Nagyon is pontosan tudva, ez milyen következményekkel járhat.
Nyár közepe van. A fészek szinte felismerhetetlen. A valaha egyszerű szerkezetből mára labirintus lett. A lódarazsak 200-nál is többen vannak, 10-szer annyian, mint akár csak néhány hete. Napról napra tucatnyi újabb munkás Amazon áll be a csapatba. További 2 hét múltán számuk megkétszereződik. A fészek mostanra zakatoló motor, amelyet az állandó éhség hajt. A királynő egymás után ontja a petéket a hatszögletű sejtekbe. Egyetlen évadban több ezer petét rak. Ez lett kizárólagos célja. Minél több utódja van a királynőnek, annál többet kell a felnőtteknek vadászniuk. Az éhség sohasem szűnik. A lárvák akár napi 1000 rovart is elfogyasztva az átalakulásokhoz érkeztek. Petéből lárva, lárvából báb, bábból imágó. A lárvák 2 hetes korukban bebábozódnak, és a világ szeme elől elrejtőzve kifejlett darazsakká változnak. Az egyből százak, a századból ezrek lettek, amelyek egyetlen célért, a birodalmukért küzdenek. Sötétségbe borult a város széle. Kegyetlen bestia lopódzik Nagano felé. Hamarosan elérkezik az ő ideje. Amikor a lódarazsak éhsége már csillapíthatatlanná válik, a mi világunkban is megjelennek. A méhészet és a Jitsui Kumatsuhoz hasonló gazdálkodók fontos részét képezik a japán mezőgazdaságnak. Méheik nem csupán mézet termelnek, hanem a haszon növények beporzásában is szerepet játszanak. A japán farmerek régóta tudják, hogy őshonos méheik igen jó minőségű mézet állítanak elő, ám csupán csekély mennyiségben. Kumatsu más méhészekkel együtt a magasabb hozamú európai házi méh tartására tért át. Ezek a bevándorlók azonban idegenek egy idegen országban. Nem volt még lehetőségük, hogy új és rettenetes ellenségük ellen bármilyen védelmet is kifejlesszenek. Az aratás idő Honshu szigetén. A rizs és gyümölcsszedők az országban mindenütt a földeken tevékenykednek. Ugyanígy ősi ellenségük is. Az összeütközés elkerülhetetlen. Fészek immár a királynő eleven meghosszabbítása. Egyetlen hatalmas, lüktető szervezet. Egy barlangokkal teli, többszintes palota. A
Az óriás lódarazsak fészke akár több mint egy méter átmérőjűvé növekedhet, 9 külön szinttel vagy léppel. Darazsak és fészkük egyé váltak. A vadász felkészül a küszöbön álló vérontásra. Ahogy a telep közeledik népesedése csúcsához, a dolgozók újabb és kiadósabb fehérje források után néznek. A lódarazsak a szezon kezdetén még magányos vadászok voltak. Most azonban már csapatosan gyilkolnak. Célpontjuk ezúttal egy sárga redős szárnyú darázs. A fészek ezernyi bátor harcos otthona, és ugyanennyi ízletes lárvája is. Egyetlen sikeres támadással 3-7 ezer lárvát és bábot zsákmányolhatnak. Éhségétől hajtva az óriás lódarázs saját rokonait sem kíméli. Sárga redős szárnyú darazsak nem jelentenek könnyű prédát. Azonban az óriás lódarazsak túl nagyok, túl erősek és túl elszántak. A védekezők erőfeszítése dacára minden ellenállás megtörik. A megmaradt sárga redős szárnyú darazsak beletörődnek a vereségükbe és elmenekülnek. Kitéve utódaikat a betolakodók kénye kedvének. A lódarazsak minden egyes lárvával és bábbal végeznek. Fiatalt és öreget módszeresen kizsigerelnek és előkészítik az elszállításra. Az áldozatokat addig szorítják, amíg ki nem budjan a belük. Az otthon éhező lárváknak lesz bőven mit enniük. Egy ekkora óriás lódarázs kolónia naponta 400 sárga redős szárnyú darázs lárvának megfelelő mennyiségű élelmet fogyaszt el. Ahol azonban egyesek csak a vérengző agresszort látják, ott Masato a remek gondoskodót is észreveszi. Az óriás lódarázs nekünk kegyetlennek tűnik, de csupán azt teszi, amire a túlélés miatt szüksége van. Kiváló anya és elszánt védelmező. Erről bárki meggyőződhet, ha túl közel merészkedik a fészkéhez. Ebben a világban valóban csak egy hajszál választja el az anyai ösztönt a váratlan tragédiától. Tovacsó városkától 7,5 kilométerre Terumuto és barátnője Kiyo Yamaguchi füstölőt gyújtanak és imádkoznak azon a helyen, amelyet egy ideje szentként tisztelnek. Egy olyan helyen, amelyet sohasem felejtenek el. Egy meleg szeptemberi reggel volt. Teru megkérte férjét, Koichit, hogy kaszáljon le a ház körül.
Amikor Koichi beindította a fűkaszát és munkához látott, a keletkező rezgések felvertek egy közeli lódarásfészket. Hatalmas, 8-szintes fészek volt. A lódarazsak nyomban a védelmére keltek. Koichit másodperceken belül ellepték, és mindegyikük többször is megcsípte. Terút is szúrás érte a kulcscsontján. Koichi saját csípéseivel nem törődve megpróbálta kipréselni a mérget felesége nyakából. Gyorsan hatott. A torkom bedagadt, és nem tudtam beszélni. Miközben Teru segítségért szaladt, férjét maguk alá temették a darazsak. Több mint egy tucatszor megszúrták az arcán és a nyakán. Elsötétült előtte a világ. A méreg órák múlva elkezdte feloldani Koichi arcának szöveteit. Néhány nap elteltével semmi sem maradt belőle. Mire a segítség megérkezett, már túl késő volt. Olyan gyorsan történt, 15 percen belül meghalt. Engem megmentett, de ő belehalt. Évente több száz japánt csípnek meg mérgező rovarok, közöttük óriás lódarazsak. Minden évben legalább 40-en halnak meg a méreggel szemben fellépő allergiás reakciók miatt. Masato jól tudja, hogy a problémával egyetlen módon lehet megbirkózni, úgy, ha kiismerik az óriás lódarazsak szokásait. Amikor tehát baj van, rendszerint őt hívják segítségül. Ma egy olyan lódarásfészekhez igyekszik, amelytől a helybéliek meg akarnak szabadulni, hogy meglelje egy veterán nyomkeresőt hívott segítségül. Ogiso úr szintén darázsvadász. Különleges módszerrel találja meg a lódarásfészket. Most segít nekem, hogy eltávolíthassuk. Ogiso módszere abban áll, hogy egy lódarazsat akaratán kívül árulóvá tesz. A lódarazsakat normális esetben nehéz követnie az embernek. A darázs derekára erősített zászló révén azonban a nyomkeresők egészen a fészkéig kísérhetik. Ismerik a kolónia hozzávetőleges elhelyezkedését. Most már csak szemmel kell tartaniuk a jelzést, amikor a darázs hazafelé tart. A trükk egyenesen a fészekhez vezette Masatót és Ogisót. Ott a fészek, de most túl veszélyes lenne. Éjjel visszajövünk.
A küldetés ezen fázisában két további lódarásvadász segítségére is szükségük lesz, Masato Tamukaira és Hidemitsu Ogavára. A három férfinak gondosan meg kell terveznie a továbbiakat. Egy lódarásfészket eltávolítani épp oly kockázatos, mint hatástalanítani egy bombát. Tudják, hogy amint a darazsak veszélyt szimatolnak, csatasorba állnak. Éjjel a királynő és a legtöbb dolgozó a fészek belsejében tartózkodik. Ellentétben a méhekkel a lódarazsak annyiszor szúrhatnak, ahányszor csak kedvük tartja, anélkül, hogy bajuk esne. Masatónak és a többieknek be kell öltözniük az akcióhoz. A madarínia dolgozó ugyanis rendkívül agresszív. Ha nem viselnénk ezt a speciális ruhát, sokszor megcsípnének, és ez nagyon fájdalmas és veszélyes, még nekem is. A csapat arzenáljában akad egy hatásos fegyver, egy füstbomba. Azt remélik, hogy a jókora füsttel egy időre megbéníthatják a lódarazsakat, így Masato és a többiek biztonságban munkálkodhatnak. A csapat annyi darazsat zsákol be, amennyit csak tud, mielőtt az állatok magukhoz térnének. Bár a ruhájukat erős anyagból készítették, ez sem állhat ellen teljesen a lódarazsak fél centiméteres fulánkjainak. Siker. Masato a kutatásaihoz egy adag rovart a laboratóriumába visz. Nem hisz a szemének. A sok ezer kábult lódarás között felfedezi a királynőt. Az egész kolónia genetikai anyagának forrása igazán becses lelet. A veszélyes művelet ezúttal szerencsésen végződött. De ez csupán egy volt azon fészkek közül, amelyek szétszórtan találhatók az erdőben. Bármelyikük lakói halálos bosszút állhatnak. Csupán annyi kell, hogy egy felderítő házi méh kolóniára akadjon, azt feromonnal megjelölje, és egy csapat született gyilkossal visszatérve kitör a pokol. Az óriás lódarás ötször akkora, mint egy európai házi méh. A védők a lódarazsaknál sokkal többen vannak. Tudják, mit akar az ellenségük, de belehalnak abba, hogy megpróbálják megállítani.
30 lódarás, alig 3 óra leforgása alatt egy 30 ezres állománnyal is leszámolhat. Nem csata ez, sokkal inkább vérengzés. Méheknek sikerül elpusztítani néhány ellenségüket. De ha a hullátjuk át is tud hatolni egy lódarás vastag páncélján, a darazsak folytatják a támadást. Egy fél óra múltán a föld leharapott méhfejekkel és testekkel van tele. Néhány maradék katona a bejáratnál próbálja feltartóztatni a darazsakat. A raj összes tagja halott vagy haldoklik. A lódarazsak most magukhoz veszik azt, amiért jöttek. Teletömik magukat mézzel. Legfőbb zsákmányuk azonban a méhek lárvái és bábjai, amelyekkel hetekig elláthatják saját utódaikat. A mészárlás épp oly gyorsan véget ér, ahogyan elkezdődött, és minden elcsendesül. Nagánóban egy közeli templomban Kumatsu a méhész összehívta a gyászolókat, hogy az elesettek szelleme előtt tisztelegjenek. Rengetegen élnek itt méhészkedésből. A méhészek, farmerek és tudósok sokat köszönhetnek a rovaroknak. A méhészek jól tudják, hogy minden ősszel kockára teszik állataik életét. Ők azok, akik európai méheket importáltak, tehát őket is felelősség terheli a halálukért. Évente méhek millióit pusztítják el a lódarazsak. Nagyon is helyén való, hogy rituális gesztusokkal tisztelegjenek a nagybecsű mészkészítők előtt. A természet bonyolult körforgásában azonban a fizetségnek is helye van.
Ezek szintén mézelő méhek. Egy faodvában építették meg kaptárukat. Ők is gondozzák utódaikat. Ezek azonban őshonos japán méhek, és nem olyan védtelenek, mint európai rokonaik. Titkos fegyvert fejlesztettek ki az óriás lódarázs ellen. Olyat, amelyre gyakorta szükségük lehet ebben a halálos évszakban. Ez a lódarázs egy olyan sereg hírvívője, amelyet a méhek sohasem volnának képesek feltartóztatni. Ezúttal azonban csapdát állítanak. Be akarják csalogatni a lódarazsat. A lódarázs megteszi, amit várnak tőle. A felderítőnek főbb feladata, hogy a kaptárt egy olyan feromonnal jelölje meg, amelyek alapján a nővérei később rátalálhatnak. A vadméhek azonban tudják, mire készül. Potrohuk mozgatásával jeleznek egymásnak. Az utolsó pillanatig kitartanak. Majd egyetlen agyként kirajzolnak. A lódarazsat több száz méh veszi körbe. De nem szúrják meg a betolakodót. Ehelyett, amint az a hőkamerán átlátható, testüket rezegtetve kollektív hőmérsékletüket apránként 47 Celsius fokra emelik. A japán méhek a 48 fokot is kibírják. Az áldozat tűrés határa 46 fok. A lódarázs hírnök lassan elevenen megpörkölődik. A méhek rejtek helyének titka vele együtt pusztul el. Épp úgy, ahogyan a természet határt szabott annak, hogy a lódarazsak kedvükre fosztogathassanak, a királynő és szárnyas birodalmának élettartamát is korlátozza. Az évad végén vagyunk. A tél hamarosan elragadja a kolóniát. A királynő napról napra gyengül. Csak ilyenkor kezd el olyan megtermékenyítetlen petéket rakni, amelyekből kikelnek majd az első hímek. Ezek kizárólagos feladata, hogy a királynők új generációját megtermékenyítsék. Ugyanebben az időszakban a lárvák némelyikéből királynők fejlődnek, talán azáltal, hogy fokozott mennyiségű fehérjével etetik őket. A hímek nem maradnak a fészekben, kirajzanak és megtermékenyítik az új királynőket. A királynők csak késő délelőtt hajlandók fogadni a hímeket. Az ablak csupán néhány órára áll nyitva. Mindegyiküket szívesen látják, de csak az egyikük párosodhat. Miután beteljesítették küldetésüket, a fullánk nélküli hímek néhány nappal később elhullanak.
A több száz bepárzott királynő most olyan helyet keres, ahol átvészelheti a közelgő vihart, és kivárhatja a tavaszt. Mindazt, amit sem ember, sem állat nem volt képes véghez vinni, az évszakok körforgása végül beteljesíti. Élelemforrásainak eltűnésével a kolónia szó szerint éhen pusztult. A régi királynő már jó ideje halott. Masato Ono terep munkája is véget ér. Mindazt, amit megtudott, a laboratóriumába viszi, ahol továbbra is a természet egyik legfurcsább ragadozójának titkait fürkészi. A nagánói erdőket ellepő sok ezernyi lódarásból mindössze a szendergő királynők maradtak, amik szerényen meghúzódnak téli rejtekükön. A lódarazsakról sokan azt tartják, hogy félelmetesek, de nagyon kedvesek is tudnak lenni. Csodálatos, keményen dolgozó lények. Meggyőződésem, hogy a legkülönlegesebb és legdinamikusabb állatok közé tartoznak a bolygónkon. A télderekán, a ködös hajnal fényében nyoma sem látszik már az őszi vérengzésnek. A Nagano környéki erdők mély álomba merülnek. Egy idő. Magyar szöveg Farkas Balázs, narrátor Végvári Tamás, közreműködött Damu Roland, Várnagy Katalin. Munkatársak Bérci Endre, Nikodém Norbert, Kis Lajos. Magyarországon forgalmazza a CVK.